Az egyik deszkán Nóra, a másikon Károly. A két velsterjér vízre termett. Gyertek, Károly, Nóra! Gyertek, hopp. Akkor ők már így tudják, hogy mi a dörgés ilyenkor. Persze. És hogyha beugranak a vízbe, vissza is tudnak jönni? Nem, kiszedős. Gazdájuk Negyalkov Balázs, akivel bejárták már a fél országot. Most Orfűre kalauzoltak minket, és mutatták meg nekünk, miért jó a szápozás. És tényleg közben akarsz beszélgetni? Na, ez kihívás számomra is, hogy így csináljam az interjút. A pécsi srác 4 éve állt először deszkára a Balatonon, de úgy érezte, Baranya megye legeldugottabb helyeit is fel kell keresnie, ehhez pedig kutyái is társultak. Aztán, ahogy hazajöttünk a Balatonról, egyből az internet bugyrait elkezdtem bújni, hogy hogyan lehet egy ilyenhez hozzájutni. És ott írtak arról, hogy 2 kutyával levez? Hát nem, de hogyha az ember elkezdi nézni, akkor vannak olyan emberek, akik 7 kutyával leveznek, és a hullámon siklanak úgy, hogy közben fölugrik a hátukra a kutya. És most így, hogy 2 végén állnak, azért ez nehezíti a te vezésedet? Amikor állnak, az nem, mert ugye nekik nagyon alacsonyan van a súlypontjuk. A szerencsés választás, hogyha az ember kiskutyával levez. Amikor megindulnak előre, hátra járkálnak, az az, ami egy ilyen plusz kihívás. Vagy pedig, hogyha valaki közel jön hozzám. Nem vetted észre? Ja, van nálam egy kutya? Simán átugranak az egyik deszkáról a másik deszkára. Ők nagyon jó úszó kutyák. Én tavon nem szoktam rájuk mellényt adni, mindig figyelünk rájuk. Folyón, hogyha folyón neveznénk velük, még nem eveztünk folyón, de folyón például biztos, hogy adnék rájuk mellényt. Remélem nyugodt marad. Van olyan, amikor elkezdenek előre hátra járkálni, van olyan, amikor elkezdenek verekedni a deszkán, és végig bulizzák az utat. Ennek mi az előnye? Nyilván mi most látjuk, meg tudjuk, hogy milyen érzés itt állni a deszkán, a tó közepén és beszélgetni, de aki ezt nem csinált, az miért próbálja ki? Hát azért, amit látunk, legfőképp, tehát, hogy ezt a perspektívát, ezt nem fogod látni soha egy kajakba, vagy egy kenuba ülve, vagy egy csónakba ülve, tehát ez egy teljesen más érzés. Kicsit olyan, mintha tudnánk járni a vízen. Hoppá, ment a lábam között a kutya. Azok az apró hullámok, amik most is alattunk vannak, meg amit mondjuk a kutya mozgása generál, az meg egy nagyon jó kórizom erősítő. A méhátizmot, méhasizmot nagyon jól erősíti, tehát egy teljesen jó keresztedzés, vagy akár egy rehabilitációs gyógytornának is meg tud felelni egy gerincsérv után. Ilyen nagyon nyugalmi állapotban vagyok. Mindenképpen tempótól is függ, hogyha elkezd erősebbet húzni, onnantól kezdve elkezd dolgozni a... Ne csak beszéljek, hanem csináljam is. Így van, akkor elkezd dolgozni az oldalhas, hátizom egyre jobban. Balázs pedig szápozik télen, nyáron, bányatavakban, kisfolyókon, nagyvizeken, és közben ilyen fotókat készít, hogy kedvet csináljon a mozgáshoz. Ha simán elmegy az ember evezni, akkor ez a 6-7 km per óra, amit lehet evezni. Kinek ajánlod ezt a szápot és a kutyákkal való szápozást? Igazából mindenkinek, mert ha kisgyerek és mentőmellényt húz, neki nagyon egyszerű dolga van, hiszen nagyon alacsony a súlypontja, ezért nagyon könnyen tud evezni. Hogyha felnőtt, akkor már jól tud úszni, tehát nem lesz neki probléma az evezés. És aztán nekem most... Észrevettek egy hagylót. És ennyi, átugrott Nóra. Balázs egyik kedvenc élménye, mikor egy erdőben evezett vaddisznók és szarvasok között. Ami nagyon-nagyon szép, az árvíz idején a Gemenci erdő, az olyan, mintha a mesébe evezne az ember, mert hogyha ha magas a víz a Dunán, akkor befolyik az ártéri részre, és konkrétan erdőbe lehet meg réteg fölött evezni, az ilyen nagyon szürreális. De Balázs arra is figyel, hogy a kutyáink kívül másokat is kivigyen a vízre. Rékát például pár hete állított a deszkára, pedig a lány pár éve egy balesetben elvesztette egyik lábát. Balázs azonban attól sem riad vissza, hogy anyósával együtt evezzen. Szerinte ugyanis a szápozás kortalanul mindenkinek képes örömöt okozni.